Hosszú szünet után lépett ismét a nyilvánosság elé a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, kedden ismertették a sajtó képviselőivel a szakmai stáb és a következő szezon keretének összetételét. Sitko Ernő tragikus halála után szükségessé vált a szakmai igazgatói poszt betöltése, amit házon belül oldottak meg, Boris Majkovics esett a választás. Olyan szakember, aki már azért tett valamit le az asztalra, utánpótlás válogatottakkal is dolgozik évek óta, több felnőtt első osztályú csapatnál dolgozott, illetve itt van a klubnál is, ismeri a viszonyokat, tehát szerintem a lehető legszerencsésebb döntést hoztuk meg, hogy tényleg lehet egy olyan kapocs a csapat, az edzők, illetve a vezetőség között, amire nekünk most szükségünk volt. Az új szakmai igazgató szerint nagy változás nem történt, viszont a jövőben az utánpótlás mellett a felnőttekre is több figyelmet kell majd fordítania. Plusz lesz kicsit figyelni, koordinálni, de nagyjából munka marad ugyanaz. Amit kezdtem már szezon végén juniorval dolgozni, ezzel fogok folytatni. Lesz még plusz vezetni U20-os meccsek, felnőtt meccsállat, úgyhogy lesz munka bővel, de ez a terület, ahol én jól érzem magam a pályán. A csapat vezetőedzője továbbra is Siska János, akinek munkáját Rúgós Olivér segíti. A játékos keretben minimális változás történt. Próbáltuk kialakítani a keretünket, pontosan azért, hogy mire elkezdődik a felkészülés, addigra már teljes kerettel legyünk. Egy biztos távozó van már a csapatban, a Dancsa Csalnics, aki Szombathelyre távozik, illetve a Sitko Mátorról még nem tudjuk pontosan, hogy dönt, szeretnék megtartani, de jelezte, hogy lehet, hogy el akarna menni. Ez még ugye kérdőjeles. Illetve érkezett hozzánk a Kútor Gergő Székesfehérvárról a utánpótlásba, illetve a fiatal keretben, illetve a Mohácsi Máté, aki azért Rolasztrányból, az A-csoportos csapatból érkezett hozzá mindenképpen erősítésként. És hát sikerült megtartanunk az előző szezonból a keretet, és biztos, hogy benne, hogy a Hobbs is vissza fog térni hozzánk. Úgyhogy teljes kerettel tudunk elkezdeni a felkészülést, és bízom benne, hogy legalább olyan eredmény fogunk elérni, mint az előző szezonban. Az előző bajnokságot március közepén függesztették fel, majd zárták le. A könnyítéseket követően a nyíregyházi kosarasok kis csoportokban edzettek, de egy ideje már csak egyénileg mozogtak a játékosok. A csapatkapitány szerint mindenki várja a felkészülés kezdetét. Nem is feltétlen a meccsek, már az edzések is hiányoznak, azért az mindent elmond szerintem. Március óta rengeteg idő telt el, történtek azóta, hogy a sajnálatos dolgok is, mindenki szerintem kettőzött erővel szeretné most belevágni a felkészülésbe, és alig várjuk, hogy kezdődjön a szezon. A felkészülés jövő hétfőn a hagyományos képzőtáborral indul, majd a tényleges munka augusztus 3-án kezdődik a felnőtt csapat számára. Az edzőmeccsek szervezés alatt vannak, a tervek szerint hazai és külföldi első, illetve másodosztályú csapatokkal játszanak a kékcápák, az utazási nehézségek miatt azonban még sok minden képlékeny.